Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Vékei Imre, a KDNP országgyűlési képviselője, de ezen kívül még a nevéhez fűződik a parlamenti IMA csoport is. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy ilyen korán reggel elfogadta a meghívásunkat. Mivel tölti napjait most, amikor a parlament még Szabin van? Szép jó reggelt, Péter, és szép napot kívánok, áldott szép napot a Pirkadat nézőinek. Igazából formálisan valóban a parlament szabadságon van most, mert még nem kezdődött meg a tavaszi ülésszak, de ilyenkor, mint az igazságügyi bizottság elnöke, mint frakcióvezető helyettes is benne a házba, számos dolga van az embernek. Millió feladat. Így van, millió feladat, és másrészt társadalmi feladatok is vannak, amiket az ember igyekszik megvalósítani. Most, hogy Amerikában sok minden megváltozik, mennyire változik meg az amerikaiak részéről az IMA csoportjuk? Nehéz kérdés. Én nagyon bízom és kérem az urat, hogy segítsen ebbe, hogy az IMA csoport ne változzon. Hisz úgy kellett volna kezdjem, hogy a 46. amerikai elnök ugyanúgy, mint Kennedyek, római katolikusok, ami egy nagy változás, hisz a 46 elnökből kettő volt katolikus. Na most feltételezhetően, hogy egy IMA csoportnak a gerincoszlopát általában katolikus hitű emberek, római katolikus hitű emberek teszik ki. Én úgy gondolom, hogy az IMA csoport gerincoszlopát azok tudják kitenni, akik belsőleg mélyen hisznek az Úrban. És azok akár protestánsok is. És lehetnek. Azok lehetnek protestánsok is, azok lehetnek izraelita testvérek is. Azok mi lehetnek, nevezni szoktuk őket zsidók. Zsidó testvérek is lehetnek. Elnézést, igen. És tehát akik hiszünk az Úrban, mi mind egy közösséghez tartozunk. Mi a zsidó-keresztény közösséghez tartozunk, és ennek a zsidó-keresztény közösségnek az értékeit védjük. És építjük. Építjük ezt a közösséget, remélve abban, hogy minél több jó szándékú ember is fölismeri azt, hogy mi egy nagyon nagy szolgálatot próbálunk ezzel tenni. Arra akarjuk az emberek figyelmét felhívni, hogy miért is élünk, mi a fontos az életben, és hogy mi az életünk lényegében a célja. Mi a sok rohanás között ugye olykor eltörpül, és a lényegtelen dolgokra figyelünk oda a lényeges dolgok helyett. Ettől egy parlamenti képviselő jobb ember lesz, hogyha az életéből jelentősebb időt az örökkévalónak szentel? Én úgy gondolom, hogy nem az a kérdés... Független a pártbéli hovatartozását. Igen, igen. Nem az a kérdés, hogy jobb ember lesz, nyilván jobb ember lesz, hanem az, hogy megtérte, elfogadja az urat, és próbál-e azt szerint élni? Hát tulajdonképpen azt mondja a Lubovics Rebbe, hogy nincs vallástalan ember. Tehát mindenki úgy születik, ugye megkapja a lelket, aztán 9 hónapig albérletben van, és már a lélekkel együtt megszületik, és legyen ő 5 éves, ha fájdalmai vannak, akkor segítséget majd az örökkévalótól fog kérni, a haldokló is, meg bízunk benne, hogy örömébe is majd azt fogja mondani, hisz reggel, amikor fölkelünk, akkor megköszönjük az örökkévalónak, hogy na már megint itt vagyok, nem tudom miért, de itt vagyok. Tehát... Én azt szeretném, hogy minél többen köszönjék meg reggel, úgy, ahogy Péter mondtad. Így van, fölkelünk, köszönjük meg az életünket, azt, hogy itt lehetünk, és ez nagyon fontos. Tehát valóban, ahogy mondod, azok is, akik azt mondják, hogy nem hisznek az Úrban, azoknak is ott van a lelkük. Ott van a lelkük, amit az Úrtól kaptak, tehát csak erre kéne őket emlékeztetnünk, és ha mélyebben talán magukba tekintenek, akkor rádöbbennek erre. És én ebbe próbálom segíteni ezeket az embereket is. Maradjunk a KDNP-nél. Egy ember, én fiziológiailag megvizsgáltam, nem egyedül segítséggel, hogy mosolyogni sokkal egyszerűbb, mint ilyen savanyú pofát vágni. Jónak lenni, rendes embernek lenni, jó döntéseket hozni, sokkal egyszerűbb, mint
kombinálva mindenféle összeesküvés elméletekkel élni. Hogy lehet rávenni a képviselőket, hogy ők mind ilyenek legyenek? Én úgy gondolom, hogy ha olvassuk a Bibliát, akkor alapvetően ilyen emberekké válunk. Akkor is, ha akarunk, akkor is, ha nem. Jó, két kötelező olvasány van nálam, az egyik Rejtő Jenő, és a Biblia. Rejtő Jenő megadja azt, hogy mosolyogni tudjak, a Biblia meg nagyon szórakoztató, mert tulajdonképpen az öt könyvben annyi krimi van, hogy Agatha Christie nem tudna ilyet írni, de mindennek megvan a miértje. Így van. Valóban, ahogy mondtad Péter, fogalmazhatunk így is, hogy sok krimiben van benne, de azért van a krimi benne, hogy tanuljunk belőle. Hát igen. És hogy a mi életünkben lehetőleg ilyen krimik ne forduljanak elő, hanem tanuljunk elődeink példájából, és tanuljunk abból, hogy ők hogy estek bele a lyukba, és mi próbáljuk azt a lyukat kikerülni. Nézzük ezt az igazságügyi bizottságot. Sikerül-e ott jónak lenni? Sikerül-e olyan törvényeket, meg egyáltalán olyan működést biztosítani, amit boldog szívvel tud vállalni? Én úgy gondolom, hogy az ember életéből a hit nem elválaszthatatlan. Nem azt jelenti, hogy pénteken, amikor a csillag följön, akkor egy napig hiszünk, és utána nem. Nem azt jelenti, hogy vasárnap, ugye? Nem azt jelenti, hogy vasárnap egy órára elmegyünk a templomba, és akkor kipipáljuk egy hétre az a hitünket. Az képmutatás lenne. Tehát hogy áthatja az embert testestől, lelkestől a hit, vagy még nem igazán áll a megtérés útján, csak próbálkozik oda térni. Tehát én nem akarom magamat sehova besorolni, de egy biztos, hogy próbálok az ő dicsőségére cselekedni. Ezt őszintén mondhatom, remélem, hogy többször sikerül, igen, mint nem. Hogy tudja ezt a családban? A család az egy autonóm közösség. A családfő az egy vezető, mondjuk. Ő van a piramis tetején, de hát azért ott van egy királynő is, aki a gyerekek anyja, és akivel illik úgy beszélni, mint egy királynővel, meg ott vannak a gyerekek, akik haverkodnak is, de azért mégiscsak a családfőt követőnek. Tehát hogy lehet őket könnyűszerrel, liberálisan meggyőzni annak, hogy mi a helyes? Én úgy gondolom, hogy minden közösség egy autonóm közösség, sehol nem érezheti az ember magát úgy, hogy ő egy despota, és akkor rákényszeríti az akaratát a többiekre, legyen az családi közösség, legyen az társadalmi közösség, munkaközösség, vagy akármi. Én úgy gondolom, hogy szavaival, életpéldájával, cselekedeteivel azzal tud igazán az ember a többiekre hatni, mert abból kiviláglik az, hogy mi is az ő célja. És ha erőszakkal azt mondom valakinek, hogy már pedig neked ezt és ezt kell olvasni, ide és ide kell menned, mondjuk Szentírást kell olvasni, vagy el kell menned a templomba, az kötelezettségből semmit nem ér. Tehát vagy föl tudom az érdeklődését kelteni az Úr iránt, és akkor örömmel és kedvel jön, és örömmel és kedvel veszi elő az írást és olvassa, vagy kényszerből semmit nem ér. Január 27-én emlékezik a világ, emlékezik a II. Világháború áldozataira világszerte. Hogy fog ön emlékezni? Imával. Ima segít begyógyítani azokat a sebeket, akik még itt vannak köztünk, és ilyenkor nagyon nehéz nekik. Ez az ima elegendő ahhoz, hogy Magyarország legnagyobb temetőjébe meggyújjanak a mécsesek Auschwitz-Birkenhauba. Ez az ima elegendő ahhoz, hogy a szétdarabolt Magyarország zsidó lakóinak nagy része nincs közöttünk. Én úgy gondolom, hogy az ima a legerősebb hatalom a világon. Te is ugyanazokhoz az Istenhez imádkozol, akihez én. Az áldozatok ugyanannál az Istenhez. Nem tudható, próbáltam Allahhoz, de nem jön, nem beszél velem, úgyhogy maradok az örökkévalónál. Az áldozatok
ugyanannak az Istennek a kebelén vannak, mint akihez én imádkozom. Tehát találkozunk, az imában találkozunk. Legyen áldozat, legyen élő ember. De közben lehet is vele vitatkozni, hogy miért engedte. Igen, lehet vitatkozni. Én úgy gondolom, hogy a történelem az a sötét oldal és a világosságnak a küzdelme. Van, amikor a sötét oldal kerekedik fel. Ahhoz, hogy ne a sötét oldal kerekedjen fel, ahhoz a mi személyes közreműködésünk is kell. Tehát én arra tudok mindenkit buzdítani, hogy az Úr mellett szolgáljon, álljon ki az Úr mellett az ő dicsőségére, mert akkor biztos, hogy a sötét oldalt jövőben nem fog győzni. És akkor én nekem meg kell győződnem, vagy bizonyosnak kell lennem abból, hogy az a párt, ami a kormánypártnak a kistesója, a KDNP egytől egyig úgy gondolja, hogy 27-én emlékezni kell azokról, akik nem csak ők, hanem az ő leszármazottjaik, a meg nem született emberek is, akkor ugye mi nem voltunk gyarmat, és világhatalom lehetnénk. Ugyan a miniszterelnök szokta mondani, hogy merjek kicsibe gondolkodni, de ha mindez nem történik meg velünk, akkor ma nem egy ilyen futottak még rizibizi lennénk az Európai Unióban, hanem egy vezető nagyhatalom. Nincsenek ilyen törekvéseim, csak hogy elismerjék azt, hogy mi minden van bennünk, hogy milyen ez a zsidó-keresztény génállomány. Én úgy gondolom, hogy a KDNP-be és a Fideszbe mindenki átéli azt a 27-ét, és azt nem tudom mondani feltétlenül, hogy mindenki imával, hisz mindenki nevében nem tudok nyilatkozni, de azt biztosan tudom mondani, hogy a legtöbbjük imával fog megemlékezni erről a napról, az áldozatokról, és azt is tudom mondani, hogy a Fidesz-KDNP, és őszintén szívből, hogy az áldozatok oldalánál, az izraelita testvérek oldalánál, zsidó testvérek oldalánál. Hát most csak a legújabb dolgot mondom, például ugye EU-s szinten meg akarják szüntetni a kóservágást. Miniszterelnök úr mondta, hogy nem, hát nonsense, mi az, hogy meg akarják szüntetni a kóservágást? Hát vannak a szép lelkűek, akiket csak saját maguk érdeklik, és mind ahogy a szobrokon kiveszik a szobor kezéből a keresztet, vagy a tantermekbe leveszik, de hát ez már egy másik beszélgetés tárgya, hisz ma szerte a világon üldözik a keresztényeket, ugyanúgy, mint a zsidókat. Ez az újkori antiszemitizmus, és ez ellen kéne a törvényhozási bizottságnak, meg mindenkinek föllépni, ahol csak tud. Ehhez sok-sok erőt kívánok. Egy mondatot még, ha szabadna. Én úgy gondolom, hogy az alaptörvényünk megfelelően védi a vallási közösségeket, védi a zsidó és a keresztény közösséget. Tehát az, hogyha ezt valaki megszegi, akkor alaptörvénybe ütköző cselekedetet és PTK-ba polgári törvénykönyvbe ütköző cselekedetet. Hát főleg akkor, hogyha zéró tolerancia van, amit a miniszterelnök úr annak meghirdetett. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Vékely Imre, a KDNP országgyűlési képviselő, a parlamenti ima reggeli vezetője, ugyan választ nem kaptam, hogy mi lesz Amerikában, de ezt majd legközelebb, és a Törvényhozási Bizottság elnöke volt stúdiónk vendége, visszavárunk. Köszönöm. Most előzetesek, és következik, mint minden hétfőn, egy kis kultúra, Hegedűsdé Géza, Kossuth Díjas színművész, rendező, osztályfőnök. Tartsanak velünk!